A dohányzás száj, garat és gégerákot okoz, a dohányzás következtében elzárodnak az artériák, a dohányzás növeli a vakság kockázatát. Ma ilyen üzenetek találhatóak Magyarországon a cigarettás dobozokon. Egy ilyen doboz több mint 2000 forintba kerülhet. Mégis milliók szívják, és milliók szenvednek a függőségtől. Van-e visszaút? Mai műsorunkból ez derül ki. Körülbelül 15 éves voltam, mikor unoka bátyám, az meghalt, azt kapatott rá engem a cigarettára. Azt mondta, hogy attól ilyen nagyobb fiú leszek. Én leszek a nagy ember, hogyha rágyújtok. Hát nagyon könnyeztem, az biztos, nagyon bántottam, hogy köhögtem tőle. De akkor cigiztem, nekem apám, anyám cigizett. Tehát ő nem volt olyan, tehát nem volt nekem ismeretlen a dohányzás. Mert amúgy is beszéltem a füstjüköt, amit ők kifújtak. Volt olyan, még a horror is kifüggítem, annyira meg voltam szédülve. Hát az idő folyamán azért már éreztem, hogy zsebemnek se, a pénzügyileg már nem volt jó nekem, mert sokat köhögtem tőle a cigarettától, és már töltem rajta a fejem, hogy azért nekem abba kéne hagynom. Nem csak magukra a dohányzókra, hanem a környezetükben élőkre is súlyos kihatással van a dohányfüst. A magyar emberek ráadásul különösen veszélyeztetettek, hiszen a dohányzási szokások terén dobogósak vagyunk az Európai Unió állampolgárai között. Az Egészségügyi Világszervezet statisztikái azt mutatják, hogy több mint 1 milliárd ember dohányzik rendszeresen a Földön. Főként az alacsony és a közepes bevétellel rendelkező országokban számít elterjedtnek ez a rendkívül ártalmas szenvedély. Az Eurostat 2014-es adatai szerint Magyarországon a 18 év feletti lakosság 26,1%-a naponta használ dohánytermékeket. Két kis unokám jött át, föl a feleségemnek vettem az joghurtot, és akkor gyerekek meglátok, hogy ők meg elkezdtek sírni. Az nekem nagyon rosszul esett. És akkor imádkoztam Jehovához, hogy adjon nekem erőt ahhoz, hogy le tudjak mondani a cigiről, és annak cigének az árát az unokákra tudjam költeni. A nikotin egy nagyon könnyen függőséget okozó szer, világszerte elterjedt mentális, mint testi függőséghez vezet. A dohányzásnak nagyon sok káros hatása van, irritálja a légutakat, elősegíti a daganatos megbetegedések kialakulásának tényezőjét. A világ minden pontján számos országban használják. De van akkor azt tudtam, hogy hogy kell mondani. Mert valakiért és valamiért kell lemondani. A valami az én voltam, mert már nekem nagyon megterő volt anyagilag. Valaki meg az unokák voltak. Hát ők tettem az első helyre. Majd bent a gumigyárba az egyik kolléga, hát addig szívmigáron gyújtottam. Az olyan hülye szokásom lett, hogy a munkahelyen cigiztem, itthon nem dohányoztam. Majd 2012-ben, a kisebbik lányomnak az élettársa börtönbe ment, és akkor szegények voltak, segítenem kellett őket. A cigarettás dobozokon feltüntetett vegyi anyagok csak töredékét jelentik annak, ami valójában a dohányosok szervezetébe jut. Körülbelül 4000 különböző kémiai vegyület található ugyanis egy cigarettában, amelynek csak az egyike a függőség kialakulásáért felelős drog, a nikotin. A cigarettában és más dohánytermékekben található vegyületek jelentős része ártalmas, esetleg rákkeltő hatású is. Ilyen például a benzol, ammónia, hidrogéncianid, aceton, bután, DDT, formaldehid, hidrazid. A kátrány, mint égési melléktermék lerakódik a tüdőben, így minden egyes szál elszívásával csökken annak légzési felülete. Nem elhanyagolható az sem, hogy a dohányfüstnek jelentős a mérgező hatású szénmonoxid tartalma. Hát 2012. március 27-én, én emlékszem rá, lemondtam a cigiről. Nem volt könnyű, nehéz volt. De én gyerekek nekem fontosabbak voltak, mint a cigi, mert nagyon szerettem őket. Hát mai napig szeretem.
De hol tanuljam, úgy lettem, hogy 2015-ben elkezdtem tanulmányozni a Bibliát, de már akkor nem jutott eszembe a cigi, mert már akkor tudtam azt, hogy ne szennyezz a testedet. A kártyány lerakódik a tüdőben, ezáltal krónikus betegségek kialakulásához vezet, mint például a COPD, ami egy krónikus megbetegedés, gyógyíthatatlan, de viszont megfelelő kezeléssel kordában tartható. A dohányzás elősegíti a gyomorfekély kialakulását, miután elősegíti a gyomornyák a hátja felmaródását. Dohányt vettem. És ahogy töltöttük a dohányt, a gyomrom nem bírta, szinte lángolt a gyomrom. Én minden este hánytam tőle. Tehát éreztem, nekem nem jó a cigaretta. Mert amikor bekerültem a kórházba, mert a kórházba bekerültem, gyomorfekéllyel, akkor azt mondta nekem az egyik beteg társam, hogy azt mondja, István, most maga csinálja a cigaretta, cigi csinálja magát. És nem mentem el cigizni, és éreztem, hogy nem gyújtok rá, nem fáj a gyomrom. Régen mindenféle cigarettát szívtam, mert sokan megkínáltak ugonogyárva. Volt olyan, hogy a hangszálom, a hangom elment szó szerint. Elmentem az orvoshoz, és akkor magyaráztam neki, mert nem jött ki a hang a torkomon, a számon, és azt mondta nekem, hogy mondjak le a cigarettáról. Én hazajöttem, attól amikor nem is kellett a cigarettát egyáltalán. A függőség kialakulásáért azonban a nikotin a felelős. A nikotin tulajdonképpen erős drog, melynek halálos dózisa 20-60 mg. Enyhe mérgezés során fejfájást, szédülést, hányingert, hasmenést, verejtékezést, szaporapulzust okoz. Ezt gyakran tapasztalják az első alkalommal rágyújtók is. A tartós nikotin hatás gyomorfekélyt, érszűkületet, valamint légúti károsodást okozhat. A dohányosok nagy része annak tudatában is tovább dohányzik, hogy tisztában vannak annak veszélyeivel. Ennek legfőbb oka, hogy a dohányzás az egyik legsúlyosabb, a kemény drogokra jellemző mértékű függőséget képes létrehozni. Nagyon nehéz lemondani a cigiről, ehhez nagyon nagy akarat kell. Hát sajnos meg az én gyerekeim három most is dohányzik belőlük. Magyarázok én nekik, hogy mondjanak le, mert ennek nem jó hatása van a szervezetükre se, meg hát anyagileg se bírják azért, mert nagyon drága a cigi most már mai napokban. De sajnos az én gyerekeim valahogy nem figyelnek rám. Inkább a saját maguk feje után mennek. Én úgy gondolom, hogy manapság egyre több a dohányos fiatalok körében főleg elterjedtebb. Gazdasági okokból én azt tapasztalom, hogy egyre inkább szoknak át az olcsó e-cigikre, és abba hagyják a rendes, hagyományos cigaretta használatát. Az én véleményem az, hogy az elektromos cigaretta károsabb, mint a sima hagyományos cigaretta, miután az elektromos cigaretta az egy hevített gőzt juttat be a tüdőbe, ezáltal jobban marhatja, mint a sima hagyományos cigaretta. Nagyon megbántam, mert azokat a fájdalmakat, amit a gyomromban is volt, meg a családomnak is okoztam ebben, mert több pénzt kiadtam arra, mint akár a gyerekemre, a ruhát, a gyerekek ruházatára, hát nagyon megbántam. Ha még egyszer újra kezdeném, soha többet nem dohányoznék. Mert ha bárki dohányzik, akkor én azt mondom, hogy gyömző. Mert a saját maga javát nézi, nem a gyerekei javát. Mert amit cigire költünk, azok inkább költsük a gyerekekre. Mert amikor nagyobbak is, akkor inkább adjuk neki, vegyünk neki csokit, vagy rudit, vagy egy cipőt, az tartalmasabb. Meg az nem okoz kárt, de a cigaretta az nagyon káros az egészségre. Ha ön is megpróbált már leszokni a cigarettáról, de nem járt eddig sikerrel, ne adja fel, ha kell, kérjen segítséget. Önök a Szertelenül című magazinunkat láthatták, észrevételeiket, történeteiket szívesen meghallgatjuk. Hívjanak bennünket a 0620 297 39 81-es mobiltelefonszámunkon. Találkozzunk két hét múlva.